Hello, sziasztok! Újra itt vagyunk vasárnap. Itt elmehetem Klöppler. Szervusz! Hello! Örülök, hogy eljöttél. Ahogy beharangoztuk, egy csomó kis újdonság fog ma bekerülni, vagyis hozzád képest, ugye, mert te live-ektezni szoktál, de ma DJ-szettel készültél, de csak saját számokat, illetve barátok által, vagy kooperált összerakásból származó produkcióval készültél nekünk mára. Pontosan a haverjaim zenéit fogom játszani. Nagyon remélem, hogy hallani fogjátok a saját zenéiteket, és nézitek. Áron, a te számoddal fogok kezdeni. Jó lesz. Kezdjük el, akkor én is nagyon kíváncsian várom már, mert hogy így behangoloztuk már egy előtt, mert én nagyon ott voltam, hogy úristen, kik lesznek ott benne, meg milyen zenék lesznek. Még annyit megkérdezek, hogy milyen stílus, minden mix, vagy inkább techno, acid? Hát ilyen lokális elektronika, szóval csak budapest és magyarországi zenéket fogok játszani. Microhouse stílusba sorolnám leginkább őket, de lesz köztük house, acid techno, left field. Kísérleti elektronika. Kísérleti elektronika, szuper, oké, nem is rabolom tovább az idődet. Hallgassuk akkor a következő egy órában a Klöpplert. De mielőtt tovább mennénk, iratkozzatok gyors föl ide a YouTube csatornánkra, illetve lájkoljatok és kövessetek minket a social médián. Oh yeah! Kezdjük el!
Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
how to do this, man. Yeah, that's why people do black eyes. Woo!
gotta do this, man. Yeah, there's a lot of people putting black eyes in the game.
We'll be right back.
Na szóval elérkeztünk az adásunk végéhez, itt vagyunk a MAF Extra-ban, Klöflerrel. Szuper kis vibe-ot hoztál össze. Abszolút, én nagyon kíváncsi voltam. Tudtam, hogy egy alkotás fog ma születni, és tényleg újra felülmúltad magadat. Ez a kis művészi ambíciók, ezek így kijöttek belőled. Szárnyaltál, a szett közepe fele be is hoztam neked egy füstöt. Az még, jó, még jobban kicsit elazulj, és hogy átad magad a művészetnek. Sokat szoktunk mi beszélgetni, elmélkedünk, meg mindenfajta kreatív dolgokat együtt így átbeszélünk, aminek én tök örülök, mert van még kis hullám van köztünk, a zenében is, amikor jammelgetünk. Az biztos. De viszont kicsit beszélünk kifelé is a kis nézőkhöz, akik nem ismernek téged, egy kicsit mutatkozz be, inkább arra lennék kíváncsi, hogy az a zenéség hogyan jött az életedbe. Akár az elektronikus zene, akár hogy volt-e valamilyen zenei előképzettség, vagy valami, ami befolyásolt téged, hogy ilyen pályára kerültél. Fú, most, hogy mondod, egyébként basszusgitároztam 2 évig, de aztán az hamar feledésbe merült, mert jobban élveztem a BMX-ezést akkoriban, ez nagyon régen volt. Aztán úgy tértem vissza, vagy úgy találtam meg az elektronikus zenét, hogy a sulim gólyatáborában egy srác írt a gólyacsoportba, amikor én felvételiztem egy művészeti egyetemre, hogy aki meg akar tanulni DJ-zni, hozzon pendrive-ot. Ezt így egy nappal a gólyatábor indulás előtt láttam, gyorsan letöltöttem az összes zenémet, amit YouTube-on belájkoltam valaha, ilyen Fatboy Slim, Justice, Daft Punk, Prodigy, ilyenekkel teleraktam a pendrive-omat, és utána az lett belőle, hogy 3 napig gyakorlatilag megállás nélkül zenéltünk a gólyatáborba, és olyan bulit csináltunk, hogy csak na. És így kezdődött utána, mindenféle ilyen sulis eseményekre hívtak zenélni, így kezdődött a DJ-zés, aztán a Gerencsi Rádám jó barátommal, akinek több zenét is játszottam ma, amikor együtt laktunk, ő vett magának egy ilyen grooveboxot. Akkor még azt sem tudtam, hogy mi az. De amikor láttam, hogy ő ezt így nyomogatja, és ebből olyan hangok jönnek ki, amit ő elképzel, és ezzel gyakorlatilag zenét lehet csinálni, akkor nagyon-nagyon hamar rávetettem magam én is, és egy ilyen pici dobgéppel elkezdtem zenélni. Aztán ezek csak gyűltek és elleptek, és hobbiból ez lett a szenvedély. Ja, valahogy így. Ma egy DJ-s szettel jöttél nekünk, de ugye beszéltük, hogy itt az évek folyamán elkezdtek gyűlni azért egy vasak, meg mindenfajta egyéb pedálok, kütyük, grooveboxokat említettél. Melyik áll hozzád közelebb? Inkább a DJ-skedés, a szelektálás, vagy inkább a saját alkotások kreálása, kísérletezés és jammelés? Fú, ez egyébként nehéz kérdés, mert mindkettő. Szóval mindkettő más egy kicsit. Ja, tökre lehet párhuzamosan csinálni őket, de szóval amikor DJ-zek és szelektálok zenéket, akkor is most ez idén jött ez a hóbortom, hogy csak haveroktól gyűjtök össze zenéket, meg saját zenéket, amiket felvettünk, azokat játszom. Annyival jobb érzés, mint vadégen embereknek a zenét játszani. Mindig eszembe jut az ember, aki csinálta azt a zenét, amit épp játszok, és egyszerűen, ja. Ezt csak ajánlani tudom, hogy igen, aki csinált olyan zenét valaha, amire büszke lenne, az küldje el nekem. És lehet, hogy a kövi ilyen adásban ő fogja hallani a saját zenét. Vagy akár egy kövi buliba. Vagy egy kövi buliba. Ja, az meg a másik. Szuper. Amikor elkezdtél például kütyükkel foglalkozni, akkor mi inspirált, hogy a saját trackit is elkezd csinálni, illetve milyen stílusban? Mert ugye ez sem nagyon tiszta, hogy mi a te stílusod. Aha. Amikor először hallottalak zenélni, akkor inkább ilyen acides vonal volt, inkább kicsit ilyen kalapács volt, aztán utána, amikor egy következő alkalommal szerintem együtt zenéltünk valahol, akkor én féltem is, hogy itt ti kalapálni fogtok, mi meg nagyon ilyen ambient, ilyen izébe fogunk lemenni, aztán te sokkal ambientebbet voltál, mint én, és akkor én mondtam, hogy balker, ez itt tök durva. És akkor minél többet jártunk együtt zenélni, akkor volt, hogy együtt B2B-ztünk lemezekre, és pakoltuk a house-okat. Yeah. Tehát neked melyik a te, úgymond, nem azt mondom, hogy most kötelezd el magad, hogy te egy ilyen stílus vagy, de hogy melyik áll hozzád a legszívesebben, akár mint producer, akár mint DJ? Fú, ez megint csak egy nehéz kérdés egyébként. Amilyen a kedvem. Amilyen a kedvem, igen. Szóval ez nagyon meghatározza, hogy épp milyen hangulatban vagyok, hogy milyen zenét szeretek játszani. De úgy értem, hogy például, amikor csinálsz valamilyen minimálosabb
dolgot, akkor is én hallom, hogy kicsit ez a savasabb cucc, ezek így bebeköszönnek. Az nagyon-nagyon meghatározta a zenélésemet, hogy az első komolyabb szinti, amit vettem, az egy TB-303-asnak a klónja volt. Uh-huh. Arról azt kell tudni, hogy az a szintetizátor, ami gyakorlatilag stílusokat teremtett a 80-as években. Eredetileg azért hozták létre, hogy a basszusgitárost helyettesítse a zenekari próbákon, de rájöttek aztán az emberek, hogy kurvára nincs basszusgitáros hangja. Hát meg szétcsavarták, és valami teljesen szétcsavarták, és így lett belőle Goa House, Acid House, Acid Techno, szóval ja, a savas stílus az erősen meghatározó, igen. Sőt, és amikor meg ambient tracket csinálunk, akkor is néha használjuk ezt a hangzást. Ja. Oké. Menjünk át egy következő topikra. Te a HES csapat tagja vagy, művésze, alapítója, zenésze. Pontosan mi is ez a brand, aki nem ismerné, kérlek, egy kicsit vázolt föl. Milyenek a vibe-ok, milyenek a rendezvények, miről szól, mi a filozófia? Fú, ez egy organikusan fejlődő, dinamikus csapat. Alulról jövő, igen. Múltkor láttam egy ilyen feliratot egy aluljáróban, hogy mi van, az underground lett a trendy? És azon gondolkodsz, hogy be kéne állítani cover fotónak a helyszínt. De az a lényeg, hogy mi zenélünk, és ezt egy idő után rájöttünk, hogy a legélvezetesebb bulikba csinálni. Hát ha van közönség, akkor így tudod magad hype-olni, és megy, csak hype és hype. Ez az energia, amit kapsz a közönségtől, az nagyon-nagyon-nagyon durván inspirál. És ezért gyakorlatilag ilyen pop-up rendezvényeket csináltunk, ilyen flashmob jellegű megmozdulásokat, ami azt jelenti, hogy fogtunk egy aggregátort, egy mély nyomót, két hangszórót, meg ami ezek közül épp adódott, és kimentünk a Dunapartra, a Gellért szoborhoz, vagy a Lepencei fürdő romjaihoz, vagy most a Covid idején az Orfűi forrásházba, és az volt a lényeg, hogy csak zenéljünk magunknak, egymásnak, meg a közönségnek és a közösségnek, amit ez épít. És ezt nem is mondanám egy brandnek, de inkább egy közösség, egy közösség, az. És mit akartam még mondani? Hát, hogy én értem, hogy támogató, tehát erről volt egy erős feedbacket kaptatok az emberektől, akik járnak rá, mert tök jó kis brigát szokott összejönni ezekre a happeningekre. Yeah. Mi is egy ilyenen találkoztunk először a Dunaparton, a Gellértnél. De hogy van egy tök jó támogatói háttér, akik miatt ti is fel vagytok töltődve energiával, és toljátok előre is mentek. Ugye tavaly volt fesztivál, ugye az fesztiválotok, erős egy kicsit mesélj akkor. Hát az a lényeg, hogy rohadtul élvezetből csináljuk ezt az egészet, és tök mindegy, hogy ez megtérül-e anyagilag, vagy egyáltalán mennyire fáradunk el benne, mert az diktálja a szívünk, hogy ezt csinálni kell. És ez gyakorlatilag annyira látszik az eseményeinken, hogy mindenki eljön, aki hal, vagy ez tényleg nagyon-nagyon elkezdett meghatározó lenni az életemben. És igen, tavaly nyáron csináltunk egy fesztivált is, itt a Ritteni Crew-val, az nagyon rendben lett, idén nyáron is szeretnénk valami ilyesmit csinálni. De igazából a legcsodálatosabb az egészben, hogy azt látom, hogy akik voltak a bulijainkon, vagy akik ezt látták, hogy ennyiből áll, hogy egy aggregátort megfogsz, leraksz egy hangszórót valahova és nyomatod, ezt elkezdték követni egy emberek. Biztos előttünk is csináltak ilyet, nem azt mondom, de hogy vannak arcok, akik fixen azért kezdték ugyanezt elcsinálni. Mert megkóstolták a vérizét. Igen, és idén nyáron már szerintem, hogy 4-5 olyan buliba vagy fesztiválba hívtak el, ahol tudom, hogy ez azért megy, mert ezt mi is toljuk, és ezt nyomni kell. Igen. Hát az a szubkultúra egymás elejét itt tök jó megvan, ez itt támogatva. Yeah. Kicsit beszéljünk itt a pandémiáról, meg mindenfajta COVID-19-es dolgról, hogy neked mennyire befolyásolta az életedet, most így a zenei részére gondolok, nem arra, hogy nincs zenélés, hanem arra, hogy te, mint művész, mint alkotó, mennyire volt kicsit letargikus, vagy mennyire találtál inspirációt ebbe, akár mennyire tudtál több időt szentelni zenélésre, kicsit mélyebben belemenni projektekbe, úgyhogy lelassult például az idő. Igen, pontosan ez történt, hogy mivel nem az lett már a fő szempont, hogy menjünk buliba és baszassuk a zenét, hanem az, hogy ez zeneileg is minél fejlettebb legyen, és hogy ennek legyen
mély gyökere, uh-huh. ezért elkezdtem sokkal jobban beleásni magam így a producerkedésbe és a zenecsinálásba, és közben meg így a Hess-szel olyan irányba ment el ez a dolog, hogy így kerestünk ilyen stabil alapokat ennek. Rájöttünk, hogy az összes eddigi bulink, amit csináltunk, az valami olyan építészeti környezetben történt, vagy olyan helyszínen volt, hogy ezt igazából a zenén kívül leginkább a helyszínek határozzák meg. És ezért elkezdtünk felkeresni olyan helyeket, ahol most így a Covid idején nem arról szólt, hogy 250 ember vagy 500 ember tudja nyomatni a buliainkon, hanem hogy mondjuk csináljunk egy olyan felvételt, egy olyan helyen, amit szerintem még az emberek életükben nem láttak, és ez igen. itt volt Orfű. A korábbi Orfű, igen. ez nagyon jó. Igen. És amikor láttam, hogy ott csináltok, kiraktatok egy-két képet, vagy valahogy hozzám költ egy izébe, sima üzenetbe, igen. akkor elnéztem is, mert valaki szólt, hogy nézd, hogy vannak Tibóék. És így, wow, szóval van. Ja, ja. Hát, hogy elintézték a kulcsot, megkapták. Öcsém, ez respekt. Ja, és elkezdtünk egy ilyen... Hát ilyen stabil alapokra helyezni ezt az egészet, hogy indokolt legyen, hogy a felnőttek, vagy a szüleink, vagy bárki, akiknek ezt így bemutatjuk, hogy mi ezt csináljuk, ne azt mondjuk, hogy jó, persze, diszkóznak a fiatalok, hanem hogy legyen valami értelme látható ennek, értéke, látható és értéke, igen. És egyébként olyan helyeket kerestünk már fel, és olyan épületekbe zenéltünk, hogy ez a vonal, ez most nagyon elkezdett tetszeni nekem. Igen. Ja. Szuper, nagyon szeretném neked még egyszer megköszönni, hogy itt voltál, fantasztikus zene volt. Tök jó, te is bekukucskáltam, volt itt minden, volt tényleg ez a kis mikrovonal is beköszönt, hogy most nagyon nagy hullám, volt egy kis csati is volt hozzá azért. Fú, az útcsó track, az nagyon kemény lett, jó. Zárásképpen annyit mondj még nekünk el, hogy hol találunk téged meg az interneten, hol tudunk téged követni, visszahallgatni. Ja. Soundcloudon Atideál néven csinálunk zenét, ez általában én és valaki, most a Fülöppel írjuk a legtöbb zenénket. Facebookon a Hess-t érdemes bekövetni, de egyébként a nevem magánhangzóiból, tehát KLPFLRTPR néven lesz fent például ez a set is, az igen. a DJ oldalam, ott keverek, és ja, ezen kívül a... könnyékkel gépelsz. Igen, ha nem könnyékkel gépelek. Ezen kívül a Hess-t. A Hess-t érdemes bekövetni Instagramon, YouTube-on, Facebookon, mindenhol. Szuper. Ja. Nektek nem és szeretnék... a Minimal Art Family. Ah, igen. Ha nem tettétek volna meg, akkor az kötelező. Az alap. Igen, az alap. Köszi még egyszer, hogy itt voltál. Nektek megköszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és figyeltétek az adást, és hallgatotok minket újra. Zárásképpen csak annyit mondani kell, hogy mint amit Tibó is mondott, hogy lájkoljátok minket szét a social-en, meg hallgassátok agyon a videóinkat, yeah. és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Kellemes estét, sziasztok! Köszi szépen!